nekünk székelyeknek minden apróság fontos. Habár ez egy nagy dolog, nekünk nagyon fontos. Milyen zászlóval jött? Székely zászló, egy másik változata. Még emlékszem is. Minden évben eljön? Igen. A kommunizmus úgy jött, hogy tudtuk a dátumot, és azért jócskán gyűltünk össze, de nem mertek megzavarni. Csak imádkoztak, énekeltek? Igen, még a himnuszt is elfújtuk. Ez nekünk kötelesség. Ezért is van megalapítva a történelmi vitézi rend. Valamikor Horthy Miklós azért alapította meg a harcok során, ugye hősi harcosoknak az utódjaiból, és belőlük ezt a vitézi rendet még 1920-ba, hogy a hősök vigyék tovább, és a hősies emberek vigyék tovább a nemzetet. A gyökereink innen indultak el, és azok a szokások, azok az énekek, az a betlemes játék, az mind-mind ide köt minket Madéfalva környékére, és azért öröm mindig ide visszajönni. Az idén 260. évfordulója van a madéfalvi vérengzésnek. Az akkori székelyek nem akartak semmi mást, mint a mai élő székelyek, a mai élő magyarok, az ősi szabadságjogaik megtartását, hagyományaik, szokásaik tiszteletben tartását, nemzeti függetlenségük megőrzését. Emellett álltak ki. Ők sem gondolták azt, hogy ez a mozgalom, ami idehozta a követeket, ilyen vérengzésbe fordul. Sajnos tudjuk, hogy mi lett ennek a következménye, de ami a nehéz időszak ellenére is elmondható, a székelység nem hogy meggyengült volna akkor, hanem megerősödtek a közösségeik itt a Székelyföldön, és egy új magyar népcsoport, a bukovinai székelyek is létrejöttek, akik ma is tartják a hagyományaikat és az őseiket tiszteletben tartják. Ez hoz bennünket ide vissza évről évre ehhez az emlékműhöz.